Az lesz egyes. Azt nem értem, hogy mi alapján kéne ezt nézem, hogy jobbra vagy balra, vagy fölülre, vagy lefelé. Azt nem értem, hogy ott aljár az a... Az, hogy new group looking for players, és oda van írva, hogy no same job. Az most mit jelent? Akkor a B legyen egy. Nem ugyanaz a munka. Hát mondjuk ezzel se kerültem közelebb a megoldáshoz. Mindegy. Próbáljunk ki megint valamit. Szerintem A-t azt nem fogjuk tudni meg. Vagy a C-t. Na, Twitch, neked mi a elgondolásod? Kíváncsi vagyok. Mert most meghallgatok egy pár elgondolást. Ja, hogy Sudoku! Ja, várj! Ó! Faszom! És komolyan? Oké, megvan. Imádok Sudokuzni. Erre kurvára nem gondoltam. Oké. Akkor ez most teljesen más megvilágításba helyezte a dolgot számomra. Szóval a C... Hol egy papír? Jó, most már ne írjatok semmit. A C az vagy egy kettes, vagy egy hármas. Az lehet oldalra is. Igen, akkor a C kettes vagy hármas, yes. A B... Na várjál, most már oké, megvagyok, mert ugye a B-nél ott kiderül, hogy nem lehet hármas, nem is nem hármas, hanem kettes, akkor ott kell C a kettő. Ott kell lenni a kettesnek. Igen, ott kell lenni a varázspálcának a kettesné, mert a B nem lehet a varázspálca, ott alatta van a varázspálca. Szóval a C-né kell lenni a kettesnek fixen. C a kettes, akkor varázspálca, akkor a szívecske az a elmosódott szar. Akkor a A a négyes, akkor négy, az a nyílvessző, és oda meg a szívecske megy. Akkor négy, három, kettő. Yes? Ez az! Csibelép zapszolba! Ennyit kellett mondani, hogy Sudoku bazd meg. Faszom! Nagyon szép. Megvan. Köszi, ragadós piros folyadék. Egy tárgyért tele ragasos vörös folyadékkal a plegykák szerint az egyik rituális, amúgy imádom a Sudokut én is. Imádom, a Sudokut is imádom, de legjobban azt szeretem, amikor van az a színezős, tudjátok. Amikor csak számok vannak, és ilyen nagyon nagy izé, és ki kell számítanod, hogy hol kell rajzolni, és aztán a végén kijön egy minta. Fú, nem tudom mi annak a neve, de az kurva jó tud.
Jó, megtaláltuk mind a három szumókat. Most gyűjtsd össze összes kincset. Na akkor megvagyunk, nem? És a kincses láda. Jó, menjünk vissza ezére. Te mit kukucskálsz, hülye? Jó, menjünk vissza oda, ahonnan jöttünk. Never seen that room before. Let's go check it out. Milyen szobát nem látta? You didn't know about this? Hát itt voltunk előbb, te hülye. Igen? És mit kell kinyitnom vele? Várj, hol van ez? Vagy mi van most? Mi az a sok szellem? Ja, hogy ezt a szobát nem látták, ezt még én sem láttam. Ja, hogy itt kinyílott egy szoba? Itt van a piros kezű démonsz, akit láttunk a Vidinyóba. Aki elrabolta 1960-ban, vagy megszexualizálta azt a fiatal lányzót. Akiről videót szerettünk volna készíteni. Aha, itt most nagyon nagy rituálékat fogunk csinálni, srácok. Fölkészültetek? Jó, rakjuk ezt a szart. Ezt a szart, ja. Ah. Igen? Igen? Hát de még van egy. Na, ez a rész nagyon jó volt, ezt tetszett nekem, ez a kis puzzle. Már sajnálom, hogy itt utolsónál akadtam, és nem vettem észre, hogy ez egy sudoku. Are you the dark one? Please let Doc and Ahai leave here safely. Hi, és a Doc nem? No. Micsoda? Please, at least let me find Ahai. I'm begging you. No way this is gonna happen. Hagyd a zöld szellem dolgát. Jó, az oh, rendben van. Az a igen, nem? Dark one, come to light! Dark one, he who rules the night! Hope it works. Well, let me see. Be careful. Doc? No. Micsoda? No! Fuck. Ez nagyon érdekes, ez a Vidinyó játék amúgy. Ez nem ilyen összedobott szarra. Titkos dokumentum. Először csak egy ózsa táblával akartunk játszani, sok kérdést tettünk fel a lénynek, és úgy tűnt, hogy mindent tud, mint valami minden tudó istenség, mivel annyira különbözett mindentől, amivel korábban találkoztunk, a szellemek istenének neveztük el, és ettől kezdve mindannyian sötétnek neveztük. Nem tudjuk, ki kezdte, de megpróbáltunk kívánságokat intézni a sötét úrhoz, és váratlanul valóra váltak. Átmenni a vizsgákon? A barátot vagy barátnőt szerezni? Bármi lehetséges, bár volt néhány. Faszom tudja, milyen esemény, ami történt, de tényleg minden kívánság teljesült. Készen állsz a kívánság a teljesítésére? Készítettünk egy józsa táblát az asztalon, csak rajzold le a megfelelő szimbólokat piros festékkel, írd fel a kívánságot egy papírlapra, és a mellékelt lemezek segítségével bármikor kommunikálsz a sötét úrral, ne feledd, hogy a mondatot meg kell ismételni, sötét úr jelenlétet kérem, ezt előbb kellett elolvasni. És lehet, hogy ezért lett itt ennyi szellem, mert itt ilyen nagy idézések történtek? Mint a démonszoknál, amikor kérsz valamit a démonszról, de aztán eljön a testedért, meg a mindenedért. Egy pár év után.
Kinek a lelkét kell eladnod, hogy mindenki legyen egészséges legyen a földön? Hát a sajátodét valószínűleg. Ha mindenki egészséges lenne a földön, akkor soha senki nem halna meg, valószínűleg. És megsemmisülne a föld. Doc? No way. Again? Where the hell is it taking me this time? Ebben a játékban ez a lift. Shit. Whatever. Doc. Doc. Oh, I think I've seen this in horror movies. If a ghost horror filmben láttam, azt mondja. Hogy megint mindjárt behúgyozok. Hey! Nem tudom, hogy a energiaital most izé meghajt engem rendesen. Doc? Doc! Sorry, buddy. Just csinál? Making sure you're real. Igeci, azt lebaszottak egy pofont. Doc! You're back! Hey! Doc! Doc? No. Nem tetszik ez a hely, ahol érkeztünk, srácok. Nem tudom, hogy vagytok vele. Keresd meg a Dokit. Az fasza, hogy elfutkározik megint ez a csöves. Hiha! Ez nem tetszik ez nekem ez a helyzet itt most. Lassan jöttek el a baszki tényleg. Nem vagyok hozzászokva egy horror játék ilyen hosszú. Már lassan 3 órája játszom. Az igen. Nem politizálunk banka is. Tiszta fölösleges. Aha! Igen, itt van a balerina, a fejes, a hátratolató sükvezberakós. Micsoda! Figyeld, mindjárt megmozdul hátra ki a fejét, és hátrafelé kezdem mozogni. Aha, jó, ide nem akarunk bemenni. Jó, szerintem se. Önnyitódó ajtók, köszönöm. Tiszta fura, más, tiszta más atmoszférája van, mint egy... Mert ugye ezeket a 40 perc és 1 órás horror játékokat általában oroszok csinálják. Ó, hát ez... Az úgy kellemes. És ez most egy kínai horror játék, és teljesen más egész atmoszféra, meg egész minden. De ez egy kimondottan jó. Nem tudom, hogy kínaiak csinálták el a játékot. Vagy csak a témája az. Ez nem tetszik nekem, srácok, nagyon. Nagyon! Főleg így, hogy a balerina az így árnyékként így elsétált a falon. Vagyis elugrándozott. Elugrándozott ez a kis kurva. Ott volt egy lyuk, amit láttam, hogy ott a belehet bújni, láttátok? Amíg van feje, addig megadhatja a számát? Nem kérem a számát neki. Mr. Professor? Most adjam oda neki a fehér rózsát, most komolyan. Ha nesze. Ittik. Adott nekem szerelem varázslatot. Micsoda? Egy szerelmi amulett? Pudító. Ki tudja honnan származik? Mindig is az a hír járta, hogy Pudi meg van áldva azzal a képességgel, hogy megtalálja az elveszett tárgyakat, de talán a párkeresésben is tehetséges. Vagy talán az a kapcsolat, hogy segít az embereknek megtalálni a régóta keresett elveszett szerelemet. Jó, kaptunk egy szerelmi talizmát, ez nagyon fontos lesz ide most. Oh
tell me even Pudi knows. Mit tud Pudi? Kezdem annyira nem. Pont azt akartam mondani, hogy kezdtem annyira nem komfortosnak érezni magam, srácok. Lássátok, mi van ott? Aha, szóval így kell megtalálni a nagyőt. Rózsát adsz a kutyának, aki adsz rá, mi varázslatot. Igen. Így kell megtalálni a nagyőt. Ó, hogy azt a orákulumos, jó, erős, nedves, tökös, faszos, pöcsös, nokedlis, kurva, szemtelen, megállj. Azt mondja, megállj. És markolásza a csöcsét, mert fáj neki. Érted? Lehet, nem kéne tovább haladni. A kurva anyát, patkájsz. Semmi baj. Arra futnak a patkányzok. Hello! Kukucs! Szia! Kezdi csókolom. Úgy érzem, hogy elzárták a útunkat. Hogy arra többet nem mehetünk. Ez meg itt ilyen színházos cusz, nem? Elhúzod és akkor produkció van. Hű, ott valami csöcsös nő vár engemet. El akarok kapni a tököm biztos útközben. Meg elhiszed? Elhiszed, hogy rárabul a tökömre? Rárabul a tökömre? Tararire? Szia Krista! Meg azt a kurva, ez egy bés, látod? Ez már egy bés csöcs. Jó, semmi baj, még túléltük ezt a akciót. Jó, nagyon életű ez a kartondoboz. Ezt így el kell, hogy mondjam. Fotorealisztikus kartondoboz van a fölön. Jó, szépen haladunk. Egy ajtó. Na, na! Hello? Balett. Ki? Ide lettünk teleportálódva. Elvették ajtót előlünk. De nem hiányzik, hát nálom van a baba. Igaz, hogy nincs fejed, de nálom van. Nem tudom belerakni. Oké, semmi baj, akkor menjünk tovább és akkor megnézzük, hogy mi van. Azt a mindenségét! Krista, nagyon szépen köszi a subgiftet! Csók, puszi! Nagyon szépen köszi, Krista! Laci vagyoknak! Az első hónapot! Köszi a szubot! A giftet! Köszi, Krista, aranyos vagy! Köszi, köszi! Csók, puszi! Oda nézzél, milyen fejek, a testek vannak itt? Itt valami testek vannak! Ez ki ez? Kurva anyád, faszát! Te hülye! Jó, azaz, csuk vissza magad, te fasz! Semmi baj! Köszi Krista még egyszer a subgiftet! Köszi, köszi. Király vagy. Jó, el lehet bújni valami elő. Ahogy Doki tette. Ez jelenleg nem használható. Úgy van, nagyon táncos bábuk vannak. Aha, ott a figura. A figura. Figura! So the mad ballerina is real. Oh.
Ajaj, mindegy, ez zeneszám végig valakit megbasz. Menj, mennünk kéne. Most úgy kell átmennünk ott, hogy ne basszom meg. Értem. Hát ott van bent a alkatrész. Hűha! Nagyon szépen köszi még egyszer Kriszta. Jó, erre el kell szippantanom egyet most. Ez most egy olyan játék lesz. Ami volt Netflixen az a sorozat. Mi volt az, amikor azok az a piros ruhás emberek elraboltak embereket? Vagyis nem elraboltak, hanem lehetett jelentkezni a játékra, akinek adósságai voltak. És bezárták őket 400-at, nem tudom, és aztán végén túlélt egy. És első játék volt az, hogy volt egy nagy baba, és hogyha megmozdultál, meghaltál? Amikor rád nézett? Vagy elhalt a zene? Mi volt ez? Itt most az fog történni? Hogy akkor nem mozoghatunk, hogyha ránk figyel. Mert amióta nem mozog a baba, azóta nem bántsa. De amikor mozgott, akkor leütötte. Biztos tudjátok, melyik sorozatra gondolok. Csak nem jut eszembe a címe. Már nem szokott ilyen eszembe jutni. Társ stúdió szabály. A társ stúdió használata során a következő szabályokat kell betartani. Amikor a vezető táncos gyakorol, ne mozduljon, ha csak másképpen nem szólnak. Ha megzavarod a táncos gyakorlását, annak komoly következményei lesznek. Bizony, akkor jól gondoltam. Azt nézem, hogy hol kell átmennem. Hú, basz meg, meg kell kerülnöm egészet. Gecibe! Azaz, Squid Game. Nagyon szépen köszi, Jóska gyerek. Az igen, azaz, azaz. Köszi, köszi. Hű, ez... Nagyon jó, van nagyon jó dolgok ebben a játékban. Egy balerina szélfigura, amely egy zenedoboz aktiváláshoz használható, egyszerű kialakítására arra utal, hogy egy közönséges táncosnőt ábrázol, és kopottságába ítélve egy elég réginek tűnik. A Lee Yu-Nee Hong van írva a figura szoknyájára. Köszi. A GG-t. Jó, most gondolom nem olyan, nem lesz olyan egyszerű, hogy ajtóval kimegyünk, vagy igen. És valószínűleg nem véletlen, hogy el lehet bújni ebbe a szekrébe. De szerintem berakom azt a babát, és meg fogna baszni az a balettos. Ah!
Hogy tipeg már, nézd meg! Kis sunyi, ezt meg nem hallanád, hogyha megjönne éjszaka? Érted? Pazd meg, ez egy ninja. És most ilyenkor vajon mi történik? Lehet, hogy menni kéne valahova. Ezzel lefoglaljuk őt. De nem merek kimenni, baszki. Várjunk még egy darabig és nézzük meg, hogy mi történik. Lehet menni kell? Na bazd meg. De hova? Dam, szia! Ebből baszás lesz. Hello. Hello. Doc, it's you. You okay? Ez egy Songoku, most figyel. Nyom egy Kamehámet mindjárt. Neki nem mondanád, hogy aranyos a nevetése? Hát valószínűleg én sem ezzel kezdeném. Ugyanabból az anyaméhből születtek, mégis ennyire különböző bánásmódban részesülnek, ami szinte reménytelen bánatot kelt a szívben. A belső szomorúságot még állarazon is lehetett elrejteni. Where the fuck am I now? This is insane and I don't see Doc! Who's it gonna be this time? We will hold a competition to choose the principal dancer for this year's performance. Everyone will get a chance. Good luck. És akkor gondolom, a másik lesz a szomorú. Hát de azon van a korona. Úgyhogy akkor ő nyert. Akkor ennek kell lenni a szomorúnak, nem? Főtáncos kiválasztás. Vagy akkor most a másiknak... Most akkor ő... Vagy csináljuk meg úgy, hogy a másik legyen a... Izé? A szomorú? Hát erre nem lehet ráadni semmit. Hello? Aha. Ünneplés után. Szóval itt két testvér volt táncos, és egyik nyert, yes. És nagy ünneplések, pizza, meg minden, ez nem vékony tésztás pizza, ez rendes, izé. Vannak torták, kávék, minden. Igen. Principal dancer again! You are absolutely incredible, Yuping! Yuping. Itt van, aha. Az öröm maszkja. Ó, oh, bassz meg.
Itt meg ez a gúnyolódás maszke lesz? Aren't twins supposed to be the same? Why is Yuping so much better than Yuhong? Yuhong, you're still young. Nem olyan jó. Mi mindig fiatal, talán én nem sem gondolom, hogy ez van egy kérdező összpontosítani. Think about focusing on something else? A Yuping volt a jobb, és a Yuhong meg annyira nem volt jó. Add ide ezt a maszkot, Yuhong. A düh maszkja. Aha. Csak bassz, mennyi maszk lesz nálam. Ez mi történt? Ez meg a kár öröm maszkja, baszod. Add ide. Meg nem mozdulj. Ez meg egy hitman volt ez a nő, nézd meg. Hopp, ezt elolvastam. Igen? De mi a csöcs van? Itt húhok, bassz meg, aztán ennyi. Ja, most már értem. Aha! Szóval Yuhong. Szóval nem a Pink, vagy ki a tököm. Szóval végén kár öröm volt, mert ugye itt áll a idéző asztalnál. És ő valószínűleg megidézte a démoszt. Aki kinyírta a testvérit valószínűleg, hogy valami ilyen történhetett. Szóval idáig kell jutnunk a történetbe, mert ez a alap. Ezt nem lehet levenni, hogy itt már kár öröm volt rajta. Szóval a iskolába mondjuk azt, hogy szomorú volt. Jó, szomorú volt, mert kigunyulták a osztálytársaival, mint a faszom. Oda néz, hozzáírodott valami. Vesztes egy életre. Szóval a suliba se szerették. Itt dühös volt, itt nagyon dühös volt. Kurvára dühös volt azért, mert ugye a testvére nyert, és ő a jobb mindenbe. Igen. És a díját adod. Meg úgy csinált, hogy a boldog lenne. Enough. Yuping, she can do this so easily. Hát már Yuping az ilyen nagyon, nagyon pinges, érted? Neki alacsony a pingje. Neked már nagyon magas.
Dark One, your presence is requested. És kinyúlik a Deimos. Please, I want. I need to be the principal dancer. Nekem kell szóló táncosnak lennem. Igen. Az a igen. Micsoda! Fúj, bazd meg. Nagyon undorító. Undorító. A szádban van egy golyó. És elérkeztünk a lifthez megint. Chris, szava, szia, hello, szia, Chris, hello. That hand. It's the one from the trailer. Was that... Legend of the Dark One? Ez volt a sötét úr legendája? I can't think about that now. I've got to find Ahai and Doc. Aha! Kedvi csókolom, jó napot kívánok! Hello! Keresd meg a Dokit! Ez ki ez? Ez egy jó game. Hát igen, eddig kurva érdekesnek tűnik amúgy. The performance is about to begin. We ask any audience members who have not entered to please take their seats. És akkor a csajból egy szólista lett, aki eddig a testvére mindenben legyőzte, és mivel ugye megidézte a Deimost, és ilyet kért tőle, a közönségre vonatkozó szabályok. Hűha. Mielőtt belép az előadásra, kérik, olvassa el a szabályokat. Ne érintse meg a táncosokat előadások alatt. A be- és kijáratok az előadás végig zárva lesznek. Kérjük, ne mozogjon a táncosok látóterében, hogy ne zavarj... ha most már megint itt izé van. Csöndes jelenlét. Vége a fél éves balett előadás, főtáncos Liu Pink. Ez a Pink. Koreográfia, nyugalom a vihar előtt előjáték, nyugodt tavaszi nap, első mozgás a közelgő vihar, a második mozgás egy szellemhajó kiáltásai. Aha, várj, hova kell leülnöm? Ja, hogy itt lesz előadás. Hűha. Nem szabad megérintem a táncosokat. Jó, ezek most mind zárva vannak. He, dikesztet. Hello, Doki. Ez mind annyi imádkozásokban van. Hello. Mindegy. Oda kéne beállnom középre, mi? Hát persze. Hát persze, hova máshova, mint középre? Na nézzük. Ez mi a faszom, ez egy rágógumi? Ja, hogy ez a fej... Leah Pink? It's not here. An accident? Really? De most már kíváncsi vagyok ennek a játéknak a első részére is amúgy. De ugye ez a második resze. Rece-fice-bum-bum-bum, úgy van első resze is. Úgyhogy most már kíváncsi vagyok, hogy az most kötődik ehhez a játékhoz, vagy nem. Ez a Liye Hong. Ez, aki eddig nem tudott táncolni. Da
Ne mozogjál! Ne mozogjál, bazd meg! Ne tapsolj! Ne tapsolj! Szóval, a démon teljesítette a vágyát, hogy szólista legyen, de elvette a szeme látását. Ajándék gyanánt. Balerina tánca. Tartson biztonságos távolságot ön és a szellem között. Ha rád pillant, ne mozdulj! Ha elfordítja a fejét, óvatosan még távolabb menj, hogy elkerüld a halálát. Micsoda. Jó, hova kell mennem? The performance is about to begin again. Jó, hova faszom, hogy... And now, prepare yourself for an immersive artistic experience brought to you by Lee Yehong. To prevent any accidents from occurring, do not interfere with the performance or touch the dancer. Ez baj. Ez egy sok helyzet. Mi a fasz? Keci! De nem mozoghatok! Fi a fasz! Áh! Kurva anyád! Te büdös ribanc! Ez a játék kezdődik úgy, hogy egy parban vagytok a barátaiddal? Nem. Nem, ez úgy kezdődik, hogy egy riporter csaj bemegy a suliba, és találkozik a Beastie Boy-ja. Aha, hogy az első rész. Szerintem majd azt is kidurrantom, mert érdekel. Érdekel a Suszi Muszi. Brought to you by Lee Yehong. Hát de nagyon közel jön ez a ribanc amúgy. És nem szabad, hogy hozzá kérjen, nem? With the performance or touch the dancer. Semmi baj. Legalább az a ne jó. Pecsa. Az meg. Ez is jó, csak kicsit monoton? Nem tudom, amúgy nekem eddig adja. Jó, hát nincs annyi sok izé, jumpscare, meg ijeszgetés, meg ilyen horrorisztika. De a sztori fasz eddig. To prevent any accidents from occurring, do not interfere with the performance or touch the dancer. Na csak sok a izé, a duma elején. Gyerünk be! Itt a negyedikre, kurva gyorsan jön. De most azt nem értem, hogyha megállok, akkor mindenképpen megmaradok? The performance is about to begin. Mert azt írja, hogy biztonságos távolságban legyek tőle. And now, prepare yourself for an immersive artistic experience
brought to you by Lear. Azt fogjuk most kipróbálni. To prevent any accidents from occurring, do not interfere with the performance or touch the dancer. Nem bírtál írni? Mi történt, Veroni? Ezért elzsibbadta ujjad, vagy mi a fasz? Maradjunk így, de annak mi értelme van? Három babával körbevesz, és a negyedikre meg kap el. Szóval a negyedik alkalomkor kap el. Kap el. Úgyhogy három babával még ott lehet. Igen, negyedikre támad. Negyedikre támad fixen. Szóval három lehetőségünk van, hogy minél távolabb kerüljünk, csak nem tudom, hogyan. The performance is about to begin again. And now, prepare yourself for an immersive artistic experience brought to you by Lear Home. To prevent any accidents from occurring, do not interfere with the performance or touch the dancer. Szogi, nem akarunk akkor játszani, vagy mi lesz? Szogika. Szogika. Igen, ő itt most leáll. Ide bejövünk a sarekba. Jó, ez itt most megint leáll. Most a hátsó babával ugrott ide. De itt! Nem áll! Mi a fa? Hagyjál már! Mi a szar ez? De mi a fos? Azért jött ő vissza? Na várják, mi így. Nem tudom, mennyi lehet még ebből a játékban úgy. Veroni, te mindig nagyon okos vagy, már rájöttem. And now, prepare yourself for an immersive artistic experience brought to you by Lear Home. To prevent any accidents from occurring, do not interfere with the performance or touch the dancer. Akkor lehet mozogni mindig, amikor ugye nem néz rád. És ez nem olyan egyszerű. De, már rájöttem, hogy te nagyon okos Tóni vagy. Csak az a baj, amikor amiket mondasz, az mindegyik fasság. Nem baj, mi így szeretünk. Csába! Abban a pillanatban, hogy rád néz, rögtön megöl. Geci. Na ez lesz a én részem most. The performance is about to begin again. And now, prepare yourself for an immersive hát ez nekem most ilyen impossible. Mert eddig egyszerű volt. Csak most ez olyan nem olyan egyszerű. Do not interfere with the performance or touch the dancer. Próbáld ki, ha a baba mozog, te nem. Hát de... Értem, mit mondasz. De ezt előbb kipróbáltuk, és nem jött be. Két ugrásra ideugrik. Azt a bügyös... Na jó, vegyük számba a lehetőségeinket.
Annyit tudok csinálni maximum. Egyes, ráhagyjuk és Age of, igen. Veroni, ne idegesítsél. Komolyan. Azért nem voltál itt. Inkább ne is szólalj meg. Normális gondolatot szeretnék látni a cseten, nem fasságokat. Én azon gondolkozok, hogy valahogy a babák körül kéne valahogy táncolgatni. Csak az a baj, nem tudom, mi a baj. Még megpróbálom párszor azért, nem adjuk fel, érted? De azt nem tudom kiszámítani a mozgását, mert egy lépése belém ugrik. És aztán gondolkozik, eltáncol jobbra-balra. To prevent any accidents from occurring, do not interfere with the performance or touch the dancer. Szarek ide, egyed meg a szarom, hogy mi a paszt? Azért most ezt nem értem ezt a mondatot. Úristen ez. Mint hogyha lenne három köröm, ilyenkor még nem öl meg. Negyedikre öl meg. Ilyenkor szépen eltáncolgat. De most akar megölni. Igen, most ez baj. Igen. Most fixed. Tartson biztonságos távolságot ön és a szellem között. Ha rád pillant, ne mozdulj. Ha elfordítja a fejét, akkor még távolra menj, hogy elkerüld a halálát. The performance is about to begin again. And now, prepare yourself for an immersive artistic experience brought to you by Li Yehong. To prevent any accidents from occurring, do not interfere with the performance or touch the dancer. Előbb volt egy ilyen feladat, csak akkor egyedül volt az a ribanc. És akkor egy fix pozícióba kellett menni. Mert nézzétek, most nem csinálok semmit, állni fogok egy helyen, oké? Okay? Nem öl meg. Most jön a harmadik. És most negyedikre akar megölni. Na, és most nem mozgultam és megöl. Ne menj túl közel. De nem láttátok, hogy állok egy helyen, bazd meg. Nem megyek sehova. Na mindegy. Adjátok rá, hogy megoldom. Ez olyan, mint amikor van egy kalap, most mindenki bedobja ötletét. Nagyon sok értelme van. Very big sok értelme van ennek. Azt fogom megpróbálni, hogy mind a három bábút megpróbálom elvinni a sarokba, hogy legtávolabb legyen tőlem, és hogy a negyedikre onnan induljon, de mondom, egy lépéssel ott van nálad, érted? To prevent any accidents from occurring, do not interfere with the performance or touch the dancer. Na nézzük. Csak ez a hülye retinő lenne ilyen sok idő.
Hát igen, a harmadik után nem. Ez a baj. Hogy én nem tudok elfutni a sarokra az alatt. The performance is about to begin again. And now, prepare yourself for an immersive artistic experience brought to you by Lee Yehong. To prevent any accidents from occurring, do not interfere with the performance or touch the dancer. Aszkia! Egyik sarok. Másik sarok. És hogyha ide rakom. És nézd meg, azzal a pöccsel jön ide, érted? Kis ikonkában mutassa azt, hogy mikor lehet lépni, vagy mikor nem. Meg ugye a piros fény is jelzi, de hát ezt egyszerűen nem tudod kiszámítani. Prepare yourself for an immersive artistic experience brought to you by Lee Yehong. To prevent any accidents from occurring, do not interfere with the performance or touch the dancer. Nem én fagyasz. Nem. Én csak mozgok. Én nem csinálok semmit. Úgyhogy nem lehet fagyasztani, semmit nem fagyasztasz meg ilyeneket. Lehet, hogy ti úgy lássátok. Nem, én nekem csak mozognom kell. És meg kell várnom, amíg vége van a produkciónak. Ki kell, és meg túl kell én, ahogy túl éljük a produkciót, érted? És csak ebbe a körbe tudunk mozogni. To prevent any accidents from occurring, do not interfere with the performance or touch the dancer. De mit nem várok meg? Nem. Lenyomok egy billentyűt, és abban a pillanatban meghalok. Most állt meg, most elindulok. Láttátok, hogy most milyen távol volt ez a kurva? A pokolok faszába indult nekem, és egyre rögtön rámugrott ez a mocskos sibanc. Hú, én is állom egy fejsze szétbasznám. Idegbe jövök, baszd meg. The performance is about to begin again. And now, prepare yourself for an immersive artistic experience brought to you by Lee Yehong. To prevent any accidents from occurring, do not interfere with. Megpróbálunk a babák hátuljába, a hátába bújni. Nem tudok más csinálni. Megnézzük, hogy azokat kell kerülni. Hát azok úgy átjön rajta, mint a szar. Basz meg! Az a baj, hogy a negyediknél nem ad esélyt arra, hogy elbazog előle. Oké, hogy ez a harmadik volt, ezt én basztam el. Mert ilyenkor még pörög, meg minden a hátát nézed, oké, akkor tudsz mozogni. Akkor nem látsz a csöves, de a negyediknél ott egyszerűen nem ad időt. To prevent any accidents from occurring, do not interfere with the performance or touch the dancer. Miért mozog, amikor táncol? A negyediknél mindig meghalok. Értitek? Szóval hiába állok egy helyen, akkor is meghalok. Akkor gyilkol. Ilyenkor ránézhetek, semmi nem történik, ilyenkor megáll.
De ennél a pontnál... Ez most mi a faszom? Na ezt most magyarázza meg nekem, hogy itt most mi a faszom történt. Ne! Takarodj a faszba, te büdös kurva! Hagyjál békén! Nem akarom már! Húzz a picsába, te büdös indián! Tangózni, bassz meg. Tangóval kezdünk? Remélem tangózunk. Ne már hagyja lejtő megint. Jó, de legalább egy fejezetet tovább léptünk. Ott sem tudom, hogy mi történt. Fogalmam sincs. Nem tudom. Őszintén szóval nem tudom, mi történt. Jó, te... Veroni, 85 fajta lehetőséget leírtál. Akkor is azt hitted, hogy érted. De a zene jobb, mint a előző. Jön a tangó és elvisz minket a mangó. Takarodj a faszba, te büdös kurva. Elvágom a szádat, kinyalod a pinámot. Szopó lesz ísz, vagy gyalog mész. Ne! Büdös kurva szállt a mocskos ribat, hogy színált ki a tökömből a cuccot. Itt a mocskos szar. Ekkora szart. Megvan. Lenyomjuk a Dancert. Tudod, hol volt a Dancer? A Dark Souls 3-ba. Ott volt Dancers. Jó, most idején leülök, mert elfáradtam. Itt valaki véres lábokkal ráállt a székre és rá akar ugrani a nyakunkba, nézd meg! Aha! Most felakasztotta magát, vége van mindennek. Ez a Wu-Tang, Tung, Ting, Tong. Azaz. Ja, akkor ezért volt kifordulva a nyaka neki elején. Azért nézett hátrafelé. Ja, most már mindent... És itt a démon keze. Creepy. It's that hand again. Bezony. Bezony.
A Demon's kéz. Szóval akkor elején, amit láttunk, ugye még a újságíró csajja ezt a Demon's-t, vagyis ezt a csajszit, akkor ez azért volt, mert legalább megtudtuk a sztoriát, hogy miért lett ilyen kitekert nyakúzé. Hátrafelé járó. De miért jár a hátrafelé? Ezt még nem tudjuk. Ja, azért, mert arra lát. Azért, mert arra lát, bazd meg. Mert ugye ott van a feje. És most a fej nélküli visszatér. Aha! Összeállnak a dominók. Yuhong! I'm sorry. Yuhong! I couldn't come see you. I always hoped that one day we could perform together on the same stage. Aluljáróba, vagyis először egy doboz cigit. Mi akkor mi történik akkor? Nem szoktam aluljárába járkálni. Rest in peace. Mindenki rád szuppan? Adja már a cigit, tesó. Nálunk ez a izéken szokott. Ha elmegyünk egy nagyobb városba, akkor előfordult már az, hogy ott voltam a buszmegállóba. Szavas csöves. És rögtön kértek pénzt, meg cigit. Abba a pillanatban, érted? Meg se érkeztem a városba, 3 másodperc múlva le akartak szívni. Mondom, mi történik iddig? Hello! Találd meg ez a haj. A haj. Mi? Most nézem, milyen cipője a rendek. Jó, mi nálunk van ez a varázskulcs, meg a szerelem izé. Come on, dude, don't be angry. No. Da-da-da-da-da. I just don't know what to say. Da-da-da-da-da-da. Mennyi van még a játékban, srácok? Valaki tudja? Mert már 3 óra 48 percet durogtatom ezt a játékot. Úgy hol lehetek a végét, ha valaki nézze már meg. Fú, nagyon hosszú. Biztos is, hogy ne. Bla bla bla. Ahai! It's Ahai! Ott a izé, a ás álmeltartóság. De szerintem ennek is kampó van. Szerintem ennek is kiszippantották a lelkit. Ahai! 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 Hey! Is she... Is she possessed? Is some ghost doing something to her? Look. No. De akkor most a csáó visszajött amúgy? Hey, hi. Let's find some other way there. What building is that over here? Most meg kávésit csináltam, már is már 4-8-a, most nézem. No, I... Úgyhogy már mindegy a kávének is. Meg a húgyozásomnak is, pedig arra is időt akartam szállni, csak most nagyon benne vagyunk. Igen, azt láttam én is, hogy ilyen 3,5 órát vitték ki a játékot. Csak kíváncsi vagyok, hogy én hol tartok benne. Szavasz, Alexovics, hello! Aha, visszatértünk a forgatásra, hello! Még ez még az előtt valami előtt labasztunk a csávóra. Ja, hogy most én a csaj vagyok? Aha. Take a look at this. The designer and an upstanding young fellow. He's actually only 4 years older than you. Ezek úgy nevet, mint a One Piece-ban a Doflamingo. No way. Most azt láttuk, amikor ugye a iskola egyik alapítója, vagy készítője, vagy mi a tököm, Rich? Megölte a iskola alapító lányát. Fucking gone. És most eltűnt a többi kettő, és most a lányá vagyunk. Micsoda? Még 1,5 óra? Hát pedig nyomom, mint a gép. Hát hol vesztettem én annyi időt? Az anyámot.
Hát az még egy izé. Az nagyon sok idő. Ez nem lesz meg ma. Akkor nyomunk egy Age of Empires-t így a végre, nem, Szovi? Hát? Akkor durranunk most. És akkor ez így pont jó kezdés lesz. Amúgy nagyon érdekes a sztori, nagyon jó ez a játék. Igen, az Zoli... Ja, amúgy... Igen. Na várj, de én a 3,5 órában, amit egy csávó játszott 3,5 órát, én abból másfél órát játszottam. Durván 2 órát. 4 óra alatt. Aha. Az fasza, nagyon jó vagyunk. Hát figyelj, sehova nem sietünk, érted? Kijelvezzük a játékot. Mindent megnézünk, minden könyvet elolvasunk. Amúgy valószínűleg ott megy el a időben, nem hiszem, hogy azok, akik így speedrunnak, azok így elolvassák az összes jegyzetet, mert minden szart, én még mindent felolvasok, tudjátok, úgyhogy ott sok idő elmegy azért. Meg mind a gép. Na, Szogi, mehetünk? Akkor mondjad, és akkor durranunk oda. Dédursz! És addig legalább lesz elvenni időm húgyozni. Na, akkor megyünk. Na, innen fogjuk folytatni akkor, srácok, jövő hét vasárnap. Ezzel a horrors játékkal. Szóval, hogyha még másfél óra van vissza, hát az még lehet, hogy lesz egy 3. Sima liba. Érted. Úgyhogy 4 óra untig alig volt szerintem ebből. És a végre még varázsolunk egyet Szogival.